Egy varázslatos ifjú hölgy, Sikós Nóra, az Entai úti általános iskola harmadik osztályos tanulója meséjével kezdődött az a festmény és kerámia kiállítás, amelynek az Aranybulla könyvtár adott otthont. Az Aranybulla könyvtár alapítvány továbbra is folytatja azt a misszióját, hogy bemutassa azokat az alkotókat, akiknek a státusza ugyan amatőr, viszont műveik egészen kivételes tehetségről tanúskodnak. Minden évben igyekszünk profi és amatőr alkotókat is bemutatni itt a könyvtárban, és helyet adni nekik a megmérettetésre, bemutatkozásra, és hát most a mesék köré szőttük ezt a gondolatot, Szackerné Piroskának a gyerekkori mese élményeiből kapcsolódik ez a kiállítás, ahol a mese figurákat, alakokat jeleníti meg. Szackerné Piroska már számtalan tárlattal bizonyította különleges művészi attitűdjét, ezúttal a Mesék a gyermekkoromból címmel kiállított festményei és kerámiája egy olyan világba kalauzolnak el bennünket, amely egyként idézi meg a gyermekkort és az ahhoz fűződő mesés élményeket. Az az igazság, hogy ez folyamatosan velem van. Leszámítva a tinédzserkort, meg amikor az ember szerelmes, akkor ezek úgy kiesnek, de a mesék birodalma az számomra az mindig ott van. És hogyha az embernek valami miatt ilyen padlófogása van, tehát mélyen van, akkor a mesékbe bele lehet kapaszkodni, mert azoknak, legalábbis az én meséimnek mindig pozitív vonzata van. A kiállításra látogató képzőművészet barátok népes csoportja megtapasztalhatta, a képzeletnek nem szabhat határt a felgyorsult világ sem, a megannyi átszellemült arc azt üzente, ma is fontos a már-már elfeledett mesevilág.